Elfogadta az Európai Parlament szakbizottsága az úgynevezett mézi jelentést. A Fidesz EP képviselője Erdős Norbert által előterjesztett dokumentum szerint meg kell védeni a fogyasztókat az Európán kívülről leginkább Kínából érkező mézzel szemben, mert annak jó része bizonyítottan hamisított. Magyarország a harmadik legnagyobb méztermelő az Unióban, és több mint 20 000 embernek ad megélhetést a méhészet hazánkban. Az Eurostat adatai szerint az unión kívülről érkező méz 20%-a hamis, ezek jó része Kínából származik. Többek között erre a problémára is megoldást keres az a mézjelentés, amit a Fidesz európai parlamenti képviselője készített. Erdős Norbert szerint az EU-nak nem csak hogy fel kell venni a versenyt az unión kívülről érkező, sokszor hamisított mézekkel szemben, hanem meg is kell védeni attól a fogyasztókat. Erre egyik megoldás a címkézések újragondolása. Ez a mézhamisítás elleni front egyik alfája vagy omegája. A mézjelentésben egyébként az szerepel, hogy a címkén legyen feltüntetve a származási ország. Ha esetleg vegyes mézről van szó, mit jelent ez, hogy mondjuk 70%-ban Magyarországról származik a méz, és 30%-ban mondjuk Ausztriában, akkor ez a két adat és a két származási ország legyen feltüntetve. Ez az egyik szegmense a mézhamisítás elleni küzdelemnek, a másik, ami nagyon fontos, ugye az Európai Unió az nem önellátó mézből, csak egy olyan 60%-ot állítunk elő mi, tehát importra szorul. A Magyarországon termelt méz 75%-a az Európai Unió piacán talál gazdára. A magyar fogyasztás azonban nem követi az itthon termelt mennyiséget, az átlag 0,7 kg évente, a németek ennek a négyszeresét fogyasztják el egy év alatt. A magyar méhésztársadalom mintegy 20 000 főt számlál. A legfrissebb 2016-os adatok szerint 1 200 000 méhcsalád volt az országban, ebből valamivel több mint 126 000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Manapság most az a jellemző, hogy közel 80%-ot egy termelő lédiges formában értékesít, ami egy 1300-1400 forintos kilónkénti árat jelent a akácmézben, és egy 670 forintos árat jelent vegyes virágmézben. Nyilván ez sokkal több lesz, hogyha sokkal több lehet, hogyha ezt származási címkével megjelölve sikerül az Európai Unió piacain értékesíteni. A mézjelentést az Európai Parlament mezőgazdasági és vidékfejlesztési bizottsága már elfogadta. A közel 500 módosító indítvány 4/5-ét sikerült is rögzíteni. A hamisítás mellett a növényvédőszerek túlzott és nem megfelelő használatát is korlátozna, valamint fellépne a támogatások csökkenés ellen. A téma nyilvános vitáját február 28-ai plenáris ülésen tartják, az Európai Parlament pedig március 1-én szavaz róla. Vendégünk a stúdióban Hók József méhész, aki egyben az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek is a tagja. Üdvözlöm, József! Igen, tagja. Igen, ugye ez az egyesület támogatta ezt a jelentést, és a jelentés jó fogadtatásra talált. Volt-e már ehhez hasonló kezdeményezés, ilyen szintű érdekvédelem vagy kijárása az érdekeknek? Hát az, hogy európai vagy egész Európát érintve, én azt mondom, hogy nem. Az Országos Magyar Méhész Egyesület azért több esetben, vagy akár a nemzeti programokból mai napig is finanszíroz olyan mézvizsgálatokat, amellyel a hazai méznek a biztonságát, a hamisítása ellen folyamatos vizsgálatok történnek, akár úgy, hogy a termelőtől, akár a polcokról levesznek mézet, ezeket bevizsgálásra kerülnek, és ezekről azért a sajtóban halljuk is az információkat. 5-6 évvel azért még igenis jelentős mennyiségű hamisított mézet találtunk. Az utóbbi 1-2 évben odaértünk, hogy már a magyar polcokon nincsen hamisított méz jelenleg. Önök hogy találnak hamisított mézet, József? Tehát, hogy egy kicsit segítsen elképzelni, hogy amikor az ember vásárol az üzletben, hogy azt mi ugye nem láthatjuk, tehát nem tudjuk megállapítani, hogy melyik a jó és melyik a nem jó. Valójában csak laborvizsgálatokkal lehet ezt kimutatni, ízszemrevételezéssel semmi különbség nincsen a két méz között. Állagra, kinézetre, sűrűségre, szinte azt lehet mondani, hogy egyforma. Akkor viszonylag kiszolgáltatottak a fogyasztók, igen, ilyen szempontból. Igen, igen. Magyarországon, ugye ön említette is, hogy az 5 évvel ezelőtti időszakot, tehát hogy kiállnak a saját érdekeikért, de itt ez a jelentés ugye viszonylag széles körben veszi figyelembe az érdekeket a méztermelés és fogyasztás kapcsán, tehát a termelőkét, a méhekét, a fogyasztókét.
Ez, mint beszéltünk róla, példanélküli eddig. Ami viszont nagyon érdekes, hogy magyarországi kezdeményezésre fognak vitázni róla, és esetleg fogadják el. Mi lehet ennek az oka, hogy tőlünk eredeztethető ez a kezdeményezés? Magyarországon nagyon sok ember próbál méhészetből élni. Nagyon sok családnak a megélhetését biztosítaná a méhészet, és az elmúlt években a folyamatos árral való küszködés, ami miatt itt az Országos Magyar Méhész Egyesület közreműködésével a Erdős Norbert Európa Parlamenti képviselő úr magához ragadta ezt a kezdeményezést, ő is hallva, hogy igenis itt problémák vannak, vagy akár akkor ő is olvashat ezeket a polcokon meglévő mézeket, hogy, vagy levett mézeknek a hamisításáról. És a mi egészségünkről van szó, mindannyiunk egészségéről van szó, amikor ilyen mézeket fogyaszthatunk. Mézet általában azért teszik az ember, mert nem csak édesítőszert akar, hanem egy gyógyszert szeretne valójában használni. És azért ezek a hamisított mézek erre nem alkalmasak. De nem is csak a mézről van itt szó, hanem beszélhetnénk itt akár akkor a ökovilágról, növényvédőszerekről, mert ez mind benne van ebbe a mézjelentésbe, az akár a természetnek a megóvásáról is szó lenne ebbe, mert azért az utóbbi időben nagyon sok helyen, vagy akkor erről is hallunk a sajtóban, nagyon sok gond van a mélypusztulásokkal, vagy azért Kínából halljuk az információkat, hogy már nem méhek porozzák meg a gyümölcsösöket, és előbb-utóbb, ha valami intézkedések nem történnek, akár ez hazánkat is elérheti, vagy akár az egész uniót. Mi történik, ha minden pozitívan alakul? Mi várható azt követően? Hát Magyarországon méztermelésben igazából változás nem lesz, mert ezek a vizsgálatok eddig is megtörténtek, és eddig is csak igazi eredeti méz kerülhetett ki az országból. Viszont az Unióba innentől, vagy ezek után akkor hamisított méz nem érkezhet be. Vagyis a világpiaci árnak, vagy hogy mi eladjuk a uniós országokba, magasabb áron kéne, hogy kimenjen. Nem csak mézjavítónak használnák a mézünket, hanem ténylegesen úgy, mint magyar mézet, akár a nyugat-európai országok megvásárolhatnák. Melyik irányba megy a legtöbb magyar méz? Németország, Franciaország, jelentős felvásárlónk. Itt hazánkban azért önök méhészeteiben jóval több méz jön össze, hogy csúnyán fogalmazok egyesztendőben, mint amennyire a magyar embereknek szüksége van, vagy amennyit elfogyasztanak. Hát mondhatjuk, hogy a méztermésünk, akkor a magyarországi méztermés 75%-a uniós országaiba költ ki, itt egy olyan 25% körül, ami értékesítésre kerül, és az is nagy része, azért mondhatjuk, hogy kiskereskedelmi forgalomba, akár termelőtől, közvetlenül a vevő felé. Az egy álom, hogy esetleg mi magyar emberek mindannyian magyar mézet fogyaszthassunk? Hát sok mindennel próbálkozunk, akkor itt akkor fel kell, hogy vessük itt a mézes reggeli programot, vagy egyéb kezdeményezéseket, mézreklámokat, amivel megpróbáljuk felhívni a figyelmet a mézfogyasztásra. Hazánkban most már talán a 70-dek a körül járunk egy éves mézfogyasztásnál per fő, még más országokban másfél-két kiló, vagy egyes országokban akár a 4 kilós mézfogyasztás is elérik a méz átlagfogyasztása. Ezek a kezdeményezések itt, amikor a mézes reggeli programban meglátogatjuk a gyerekeket, kóstoltatjuk a mézet velük, valójában őket kell, hogy megfogjuk egy tudatos mézbeneveléssel, mert a felnőttek már, aki lehelte úgy az élet egy részét, hogy nem fogyasztotta a mézet, már nehezen is fog ráállni, viszont ha a gyerekek megszeretik, érzik a fontosságát, akkor esetleg a jövővevői lehetnek. Milyen esztendőkön vannak túl József önök méhészek, méztermelők? Hát a méhészet időjárás nagy mértékben befolyásolja. Azért a virágzások ideje az, ott van májusban az a másfél-két hét, ha egy esős idő van, hiába nagyon szép a virág, hiába jók a méh családok nem tudnak gyűjteni. Vagy akár azért volt az elmúlt három évben, két év, három év részben fagyos időszakunk, amikor az akácvirág lefagyott, és az újravirágzás, a sarjúvirágzásnak nevezik, már nektárt nem ad. Napaforgó, vagy akkor más vegyes virágok azért itt a megyénkben nem nagyon, nem úgy jellemzőek, vagy a föld minősége miatt azért kevesebb terem rajta. Akik elvándorolnak messzebb területre, azért ott szép eredményeket tudnak elérni, de itt a mi megyénkben jelentéktelen ez a mennyiség. Az elmúlt 5 évet tekintve talán a tavalyira mondhatjuk, hogy a legjobb volt. Az előtte levők gyengébbek, most
így is úgy is nevezhetjük. Talán még azt is mondhatnánk, hogy az 5 évből 4 év önköltséges volt. A tavalyi év, ami esetleg egy kicsit finanszírozta, vagy pótolt ezt a 4-5 év kihagyását. Vannak-e önjáró támogatások az önök segítésére, kisegítésére, vagy az érdekeiket ki kell járni az utat érte? Hát a nemzeti program, a méhészeti nemzeti program, ami a méhészeknél támogatást nyújt, akár itt a gyógyszercukor, vagy vándorlási eszköz, ezek általában 50% finanszírozásúak, amit a méhész megvásárolt, és utána a nemzeti programból vissza tudja támogatásként igényelni. József, aki méhésznek szegődik, vagy méhésznek áll, vagy ezt örökli otthonról, az is marad? Hát aki ebbe születik bele, ami nem veszik el tőle a kedvét, most akkor én ezt így mondanám, akkor nagy valószínűség szerint tovább is fogja vinni. Nagyon sokan próbálkoznak vele úgy is, hogy sose látott méheket, és belecsöppen. Kevés, aki én úgy gondolom, hogy megmarad benne. Csak, vagy hát na, akkor, aki megpróbál ott is egy lépést betartani, hogy akár 5-10 családdal neki fog méhészkedni, és belejön, nem beszél túl sokat, valójában bele fog tanulni. Aki neki fog egy 100-150 családos méhészetet hirtelen a nyakába venni, minden tapasztalat, tudás nélkül, mert nagyon sokan sajnos így is belefognak, azok azért az várható, hogy 2-3 éven belül ebbe bele fognak bukni. Bízunk benne, hogy azért egyre többen tanulnak belőle ezekből a bukásokból, és megpróbálják a folyamatosságot, vagy akár méhész mellett elszegődve, tanulva megtanulni ezt a szakmát, és utána már önállóan tudják végezni. De igennel vagy nem el lehet válaszolni, azért ugye azt kijelenthetjük, hogy a magyarországi méztermelés az mindenképpen minőségi irányultságú. Igen. Köszönöm József, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm.